4,5 kilométeren újították meg, illetve építették ki az árokrendszert a csapadékvíz elvezetésére Érsekcsanádon. Az egyik utcában pedig egy autós átjárót is elkészítettek. A projekt 110 millió forintból valósult meg megyei forrásból. A művelődési házban is tovább folytatódnak a felújítások. Ezúttal egy napelemmel működő hűtő-fűtő, vagyis hideg-meleg levegőt befújó rendszert építenek ki. Emellett napkollektorokat helyeznek ki, és az egyik épület rész tető cseréjére is sor kerül. Az energetikai fejlesztés 28 millió forintos támogatásból valósul meg, amit a költségek növekedése miatt az önkormányzat 5 millió forinttal egészít ki. Önerőből pedig akadálymentes mosdót alakítanak ki. A munkálatok befejezését őszre tervezik. Mozgalmas volt a település életében a tavalyi év, és ez így folytatódik az idén is. Megvalósult a csapadékvizes projektünk, megvalósult belügyminisztériumi forrásból két útszakasznak a felújítása. Jelen pillanatban majd kezdődik egy harmadik útszakasznak a felújítása, szintén belügyminisztériumi forrásból. Az ipari parkunk fejlesztése is megkezdődött, ennek része lesz további 2 kilométeres útszakasz. Folyamatosan újulnak meg a közterületek is, ennek egy része az ipari park melletti közpark, ahol jelenleg is zajlanak a munkálatok. A fejlesztésekre 210 millió forint támogatást nyert a falu. A három részes projektben útépítés és útfelújítás szerepel, valamint beszereztek egy 7 millió forint értékű traktort, illetve a közművesítésre fordítják még az összeget. A költségek növekedése miatt újabb támogatási kérelmet nyújtottak be, tette hozzá a polgármester. A Szabadidő Parkban több pályázatnak köszönhetően jelentős család és vendégbarát fejlesztéseket valósítanak meg, és a könyvtár felújítását is tervezik. A Dunaparti üdülőterületen az összefogásnak köszönhetően panzió és kávézó épül, emellett más szolgáltatásokat is terveznek a gyalogos és kerékpáros, valamint a vízen érkező turisták fogadására. Egy olyan folyamat indult el, amely a település fejlődését jelenti, összegezte az eseményeket Felső Róbert.